Július 18-a a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogazred emléknapja. Székesfehérváron a hagyományoknak megfelelően nagyszabású megemlékezést tartottak az első világháború hősi halottainak tiszteletére. Varga Tamás országgyűlési képviselő a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese emlékbeszédében kiemelte, az első nagy világégés centenáriumán kötelességünk felhívni a figyelmet a gyalogezred és Sipos Gyula alezredes parancsnok helytállására. Hogyan történhetett meg, hogy a szabad szó és gondolat minden eszközével ellátott korban lehetségessé vált az értelmetlen és iszonyatos háború, minden szabadságnak és emberi jognak megtiprása, melyre példa még nem volt a történelemben. Ma már tudjuk, mi történt és miért történt, s talán már is jelenik a hősök nevét is, akik ebben az embertelen világégésben hittel és bizalommal szolgálták a hazát, a nemzetegységét, mint a székesfehérvári ezredek katonái. Bár a történelemkönyvekben gyakorta úgy írnak róluk, mint a háború áldozatairól, mi tudjuk és valljuk, hősök voltak. Drága és pótolhatatlan veszteségek. Nem mindig azok a történelem hősi halottai, akik diadalmasan bevonulnak az emlékezet nagy panteonjába. Az igazi halottaink, az elfeledett honvédők, akiknek mintha hallottuk volna a nevét, akik névtelenül eltemettettek. És az első világháború története különösen gazdag, elfeledett hősökben. Pedig örök igazság, ami a magyar földben szent, az az emberek emlékei. A közös emlékek, a szellemi levegő, amelyben élünk, lelkünk földje és otthona. És erre igenis szüksége van nemzetünknek. A haza, írja a költő, melyet mi magunkban hordunk, és amely nem veszhet el, egy az emberekkel, a néppel. A haza él, és úgy él, hogy minden egyes élet hozzátett egy világot, egy belső kis égitestet, mely aztán percekre, évekre vagy évtizedekre, de megvilágítja azt. Ilyen örök, belső világot jelentenek nekünk a hősök, vigaszlámpácskákat nehéz időkben, súlyos kötelességgel, de erőt és bátorságot, hitet és biztonságot. Bori Jenő 1924-ben felavatott szobránál Sipos Gyulára emlékezünk, illetve a 17-es Honvéd gyalogezredre. Azt hiszem, hogy az a hiánypotló kötet, ami ma jelent meg, Sipos Gyula visszaemlékezései a harcokra 1915-18-ig, és bizonyítja azt, hogy a centenárium időszakában Székesfehérvár nagyon sokat tesz azért, hogy a gyalogezred hősei ne feledtessenek el. Valóban mi fehérváriak büszkék vagyunk a katonáinkra, a 17-es gyalogezred hőseire is, akik Sipos Gyula vezetésével hősiesen harcoltak az első világháborúban. Ez volt az ezred, amelyik hazatért, a parancsnok nem hagyta szétszéledni katonáit, és hazavezette őket, és ez a tett is emlékeztet minket arra, hogy az első világháború kicsit furcsán ért véget. Úgy ért véget, hogy magyar katona igazából nem szenvedett vereséget, hogy magyar katona a magyar határokon kívül állt, mégis az ország a vesztesek közé került, és vesztesként tartják nyilván azóta is. Pedig hősök voltak azok a katonák, akik akkor harcoltak a magyar ügyért, a Magyarországért harcoltak, és kötelességük emlékezni rájuk, és bepótolni azt a több mint 40 évet, amikor nem, hogy emlékezni, de beszélni sem volt szabad hőseinkről. A Honvédelmi Minisztérium Székesfehérvár önkormányzata együtt a Honvédség és Társadalom Baráti Körrel és a Krajcáros Alapítvánnyal nagyon sokat tesz azért, hogy az emlékek ne halványuljanak el. De mit lehet tenni a jövőben, hogy ez a fiatalokhoz is elkerüljön, ez a történet? Igen, feladatunk kettős. Egyrészt a magyar kormány támogatásával 2 milliárd forintból megújítjuk, felújítjuk azokat a sírokat, síremlékeket, temetkezési helyeket, ahol az első világháború, a nagyháború hősei nyugszanak a mai Magyarország területén belül. Másrészt a Honvédelmi Sportszövetség létrehozásával is segítjük azt, hogy a fiatalok, a gyerekeink, az unokáink az emlékezés kötelességét, az emlékezés parancsát egyrészt megkapják, másrészt tovább vigyék.
Az ön személyes támogatásának is köszönhetően jelenhetett meg, készülhetett el Úrján Zsigmond csak még egyszer előre című filmje, amely szintén a 17-es gyalogezred hőseinek állít emléket. Azt hiszem, hogy ez folytatható. Miként lehet ugyanakkor tovább folytatni, hogy ez ne egyszeri alkalom legyen? Sok-sok filmre és sok-sok könyvre, megemlékezésre, ilyen megemlékezésre, ami itt lesz most néhány perc múlva a 17-es gyalogezred emlékművénél van szükség, de filmekre, könyvekre, a ma még élő emlékek felkutatására, hiszen még élnek olyanok közöttünk, akik ugye nem maguk az első világháborúban harcoltak, de még hallották a szülőktől, nagyszülőktől az emlékeket. Az emlékeket, a tárgyi emlékeket és az emlékezet emlékeit is össze kell gyűjtenünk, és ezt így együtt kell továbbadnunk a gyerekeknek. Az Icsi ligetben Bori Jenő az első világháború hőseinek emléket állító szobránál Mészáros Attila alpolgármester emlékeztette a résztvevőket a hősök helytállásának tiszteletére. Magyarország az első világháborúban közel 3.800.000 katonát adott. Ennek a nagy tömegnek több mint a felét veszteség érte. 734.000 katona fogságba esett, 743.000 fő megsebesült, míg 661.000 honvéd meghalt. A 96 zászlóaljból a háború végére már csak 41 volt meg. A 166 tápzászlóaljból csak 65 maradt. A többit elnyelték a csataterek. Ezek a puszta számok. Míg a nagy háború rövid összegzése, a kiemelkedő katonai helytállás, a rengeteg emberi tragédia és a gigantikus anyagi veszteség. A világháború nagy küzdelmeiből a 17. gyalogezred is derekasan kivette a maga részét, ahogy arról az ezred parancsnok Márkos Falvi Sipos Gyula, nyugalmazott tábornok is ír a borzalmakat megörökítő, harcokat ismertető könyvében. A háborúnak 52 hónapját csekély megszakításokkal a 17-esek az első vonalban, harcban, ütközetben töltötték, ahol hősiesen küzdöttek a többnyire túlerőben lévő ellenséggel szemben, s állták a leghevesebb pergőtüzet is. Jártak a monarchia összes harcterén, részt vettek valamennyi nagyobb döntő csatában. Szerbia hegyei, Doberdó sziklái, Volhínia végtelen rónasága és Erdély bércei köz számtalan hőse porlad, talán névtelenül a 17-eseknek. Ezen helyek a székesfehérvári ezred önfeláldozó kötelességtudatának, az igazi magyar vitézség és a hazaszeretet csodálatos megnyilatkozásának örökértékű színhelyei maradnak. Hősi halottainkkal szemben kötelességünk a kegyeletet leróni, és utódainknak az önfeláldozó honvédek történetét átörökíteni. Ennek szimbóluma ez az emlékmű is, mely jövőre lesz 100 éve annak, hogy itt állva hirdeti a székesfehérvári 17-esek háborús helytállását. Emlékezzünk hát rájuk, védjük és óvjuk emléküket, és soha ne feledjük dicsőségüket, ahogy erről B. Szabó István sorai is szólnak. Nem sírni jöttünk ma e szent szoborhoz, az emlékezés az, mi minket idekészt. Zászlót hajtani a 17-eseknek, és ünnepelni a sok vitézt. Kik acélfalakként állottak a vártát, a Kárpátok ormán, a Szent Mihály hegyén, a Macsva mocsarában, a Békási szorosban, Oroszingoványban, s Doberdó tetején. Ahol a csatáknak sátánpokla izzott, hol egész emberek kellettek a gátra, hol a végtengerben sose volt megállás, mindig csak előre és sosem hátra. Hol dús rendet vágott a halálkaszája, s az ellenállás mind sorra elesett, kik állták a harcot, kik küzdöttek ottan, a 17-esek, a 17-esek. A katonai tiszteletadással lezajlott eseményen a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete meghirdette a jövő generációjának új programját, amelyben a határon túli hőseink sírjait is gondozzák. A legfontosabb, hogy összefogja azokat a civil szervezeteket, akiknek ezügyben dolguk van. Fehérvár jó helyzetben van, több mint 10 olyan civil szervezet van, aki a város katonai hagyományait tápolja. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Ezen túlmenleg az ifjúságot szeretnénk megszólítani. Ebben az évben, szeptemberben kísérleti jelleggel
fehérvári, nagyváradi, szlovéniai és olaszországi általános iskoláknak lesz egy közös hadisír gondozó tevékenysége és egy közös megemlékezése. Mi ezzel gondoljuk a jövőt segíteni. A Krajcáros Alapítvány közleműködésével megjelent új könyv, amelyben Sipos Gyula dokumentálja a világháború csatáit az olasz és a szerb fronton, szintén azt a célt szolgálja, hogy a gyalogezres hősies helytállása megőriztessék. Hiánypótló kiadványnak szántuk a 17-es ezred emlékkönyvét, 100 példányban sikerült megjelentetni, és az első világháború centenáriumi éveihez kötődő eseménysorozat programokhoz kapcsolódva az önkormányzat Székesfehérvár város támogatásával adtuk közre. A 17-es gyalogezredről készült Csak még egyszer előre című film alkotóinak nevében Burján Zsigmond rendező tett hitet a legendás parancsnok és az ezred katonáinak hősiessége előtt. A Csak még egyszer előre film alkotói nagyon sokat tettek azért, hogy a 17-es honvéd gyalogezred emléke ne halványuljon el. Azt hiszem, hogy ez a film méltó a centenáriumhoz. Igen, és most lett vége ugye ennek az ünnepségnek, ami számomra nagyon megható dolog, hogy hosszú-hosszú évtizedek után most először újra felhangzott itt az oroszlán melle a 17-eseknek az indulója. Úgy gondolom, hogy ha ennek az oroszlánnak van kőszíve, már pedig biztos, hogy van, akkor ez most egyet megdobbant. Beszéljünk a filmről. Mi az utóélete, hiszen ez egy hiánypótló alkotás volt? Hát az utóélete, ugye elkezdték vetíteni a Barátság moziba, úgy tudom, hogy a mai nap le fogja adni a Fehérvár televízió, és aztán, ahogy bízhatunk benne, szeptembertől elindul a Ártmozi hálózatban országos útján, és nagyon sok helyen lesz nagyon komoly bemutatója még a filmnek. Az, hogy hol, azt egyelőre most én még nem tudom elmondani, de hogy nagyon biztatóak, tehát Pécstől kezdve, Debrecen, valószínűleg Nagyvárad is. Ugye, mert a 20. gyalogos hadosztály az a budapesti 1-es, Debreceni 3-as, Nagyváradi 4-es és a székesfehérvári 17-es ezredekből állt. Ezekben a városokban biztos, hogy elkerül, de már bejelentkeztek kisebb és nagyobb települések is. Visszatekintve, ez a film elérte a célját? Én azt gondolom, hogy elérte a célját. Azt is gondolom, hogy nagyon nagy munka volt, és nagyon nagy felelősség volt ezt az egészbe belevágni, hiszen egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy volt a MERSZ, hogy volt a bátorság. Azt mondhatom, hogy ha előre láttam volna, hogy ez milyen munkákkal, mennyiféle komplikációval, problémával jár, akkor lehet, hogy nem vágok bele, de hála Istennek nem láttam ezt előre. És azt tudom mondani, hogy valahogy a Jóisten megengedte, hogy az alkotók mögé felsorakozzon odaátról egy egész ezred, és ez biztos, hogy közrejátszott abban, hogy a film el tudott készülni. A résztvevők megerősítést adtak a nagy világégés centenáriumán, hogy katonahőseink emlékezetének megőrzése minden generáció számára kötelesség.